Sziasztok! Hát már egy különleges fürdőt mutatok nektek. A Pesterzsébeti fürdőben én is először vagyok most. Hát valami csoda itt, hogyha mögöttem látjátok és nézitek, hogy egy szabad téren itt kitört a nyár egyébként, és itt ülnek kin a brüggölök. Hát egyszerűen valami csodálatos. Nagyon különleges is ez a fürdő. Itt van velem Szilvi Cinege, Szilvi, a Budapesti Gyógyfürdők marketing igazgatója, és akkor ő lesz most a kalauzunk, szóval, hogy fantasztikus, a felújítás után egyszerűen gyönyörű, meg új épületeket is kapott. Abszolút, én is üdvözlök mindenkit szeretettel, valóban nagyon jó, hogy ismételten egy olyan helyet tudok megmutatni nektek, ami szerintem páratlan. Ahogy a nevében is van, ez a Pesterzsébeti Jódos Sós Gyógyfürdőnk, ami egy nagyon különleges vízbázist rejt magában. Nagyon érdekes, meg két fúrt kutya is van a fürdőnek, de ez, amiről a nevét kapta, ez azért különleges, mert ilyen Magyarországon abszolút nincsen, sőt, még Közép-Európában is nagyon-nagyon ritkán találni ilyen vízösszetételt. Hova megy a tekerés? Mi a cél? Messze-messze? Ide bringázna? Uram, és ön hova? A végére? Akkor látja a célt, ugye? Azonnal lefoglalja más. Bocsánat. Egyébként először tetszik itt lenni? Nem, hatodszorra. Miért jön vissza, azon kívül, hogy közel van? Hát azért, mert jó a víz. Jó a szauna nagyon. Igazából a szaunáért jövök. És azt tudja, hogy ilyen jódossós víz van, ami gyulladás csökkentő? Tehát így ön... gyulladásunk, de egészséges, igen. Tudom. Ilyen megelőzésre? És nincs máshol ilyen víz, nincs bajunk. De ha megelőz valami betegséget, az csak jó. Ez egy olyan csodavíz, hogy azt tartják róla a régi hagyomány szerint, hogy a hölgyeknél, akinek esetleg probléma volt teherbe esni, akkor ide kellett a jódos sós vízbe eljönni, egyet megmártózni, és már is minden probléma megoldódott. De jól van, azért apa is kell hozzá, tehát. De ez otthon elég, ez a fürdő megalapozta a jó hangulatot. Nagyon sok nőgyógyászati problémának a kezelésére alkalmas, illetve stresszoldásra, az idegrendszerre különleges jó hatással van. Egy régi fürdőről van szó, de kibővítettük, felújítottuk. Én azt gondolom, hogy Budapest egyik legszebb fürdője lett. És akkor hogy működik, hogy itt bringa van, aztán utána be a melegvíz, és utána a szauna, vagy hogy? Szaunával kezdtem. És akkor már elfáradok a szaunában, vagy nagyon meleg van, akkor kijövök úszni. De tervezem a úszómedencét is, még süt a nap. Meg is érkeztünk az úszómedencéhez, és innen lehet látni az áltörök kupolát, mert hogy ennek története, történelme van ennek a fürdőnek. Így van, hiszen itt ezen a területen Budapest egyik legrégebbi strandja nyílt meg, van 1930-ban, 36-ban épült meg valóban ez az áltörök kupola, ami ugye azért valahol Budapest fürdő kultúrájához hozzá tartozik. Szerintem ennek a tiszteletéből építették meg, amit nagyon megszerettek egyébként az idejárók. Annyi levelet kaptunk folyamatosan pesterzsébeti lakosoktól, hogy tegyünk meg mindent, hogy ezt a fürdőt visszanyitjuk, mert hogy nekik ez az életük, ők itt nőttek fel, a nagypapájuk itt tanította meg őket úszni, a család ideje nyaranta itt kapcsolódtak ki, hogy ez nekik az élet ritmusokhoz hozzá tartozik, és hát nagyon boldog vagyunk, mert a fürdő nyitása óta töretlen a népszerűség, úgy látjuk, hogy nagyon sok pesterzsébeti lakos talál vissza ide a fürdőbe. Mögöttünk vannak az élménymedencék, ami buli utáni napokban például, vagy mondjuk egy randira is nagyon klassz. Mert hogy össze lehet bújni, látunk is itt ilyen fiatalokat, és közben jön zsizseg, a buzgár, szóval zseniális. Igen, és azt mondom, hogy ennek az egész térnek a kialakítása, ugye egy kicsit rejtélyes török részből átjövünk a napfény hazájába, nagy ablakos felületekkel. Nagyon elegáns, igen, meg a fényt, ahogy visszaveri, ugye óriási ablakok, a Paskánál is ezt tapasztaltuk, itt Pesterzsébeten is. Nagyon-nagyon sokat számít a ugye a D-vitamin meg a hangulatodnak, hogyha sok fény van, télen is.
nagyon jó pofám van szerintem kialakítva, és hát ugye ki lehet úszni a kültéri medencéhez is, jött át lehet ott két melegvizes medencénk is van. De amikor a külföldiek arcát nézem bármelyik fürdőnkbe, egy csodálkozva nézik, hogy ezeknek a magyaroknak miért van ingerenciájuk mínusz fokokban kint fürdőzni. Annál jobb nincs. Ennél jobb nincs. Valóban, úgyhogy kint is egész évben természetesen télen is lehet majd használni a kiúszó medencét és a kiülő medencét, és az úszó medencét is. Most nézzük meg a szauna világot és az én kedvenceimet, a moha képeket. Ez itt a csend helye. Csodálatos moha képek vannak, amiről beszéltem. Minden úgy ki van találva, ez az egész dizájn. Igen. Ebben nagyon benne van a fürdővezető asszony keze, Vékes Orsi, aki ezeket a moha falakat már meglátta, és ennek a tematika alapján építette fel ezt a fenti wellness részleget. És ha nézed a moha képeket, akkor gyakorlatilag az maga egy meditáció. Tehát nézni és természetből fakad. Szóval, szuper! Itt ugye mindenféle kényeztető masszás kezelést tudunk nyújtani. Saját vízünkből készült termékekkel masszírozzuk az ide látogatókat. Háromféle gyógymedence van, tehát beszéltünk a jódos sósról, és aztán meg kettő, amelyik a mozgásszervi betegségekre jó. Nagyon büszkék vagyunk, hogy ugye ez egy gyógyfürdő, mert hivatalosan is megkaptuk ugye a gyógyfürdő minősítést, úgy Jóepes vendégeknek a fogadására is készen állunk, és nagyon örülünk, hogy már egyre többen jönnek ide kifejezetten gyógyulás céljából. Ami azt jelenti, hogy kúrát lehet igénybe venni, tehát a megfelelő orvos felírja, és utána lehet jönni. Így van, nagyon sejtem fényekkel. Ez mind gyógymedence. Tehát nem mindegyikben van teljes egészében jódosós bromkeverék, hanem valamelyik lazítva van, úgy van, vagy keverve a másik gyógyvízzel is. Igazából mindenkinek alanyi jogon jár egy évben kétszer egy 15 alkalmas kúrát igénybe venni, természetesen indokolt esetben, amit most már ugye nagyon jó, hogy itt a Pesterzsébeti fürdőben is igénybe lehet venni, és ebben olyan kis kezelések is lehetnek benne, ami nem csak ugye normál fürdőzés, hanem egy jó kis masszázs, vagy egy víz alatti vízsugárkezelés. Kipróbáltam egyébként, és zseniális volt. Tehát prevenciónak is nagyon jó. Sőt, hát ugye itt most már korosztályosan akár a középiskolás gyerekek is, aki számítógép előtt ül, és ferde a gerince, és az izmokat kell lazítani, tehát hogy sajnos már nem csak prevenciónak, hanem bizony a fiataloknál is indokoltá tud válni. Most már a mi friss kutatásaink azt mutatják, hogy bizony több a 30 év alatti látogatónk, mint a 60 év fölötti látogatónk éves szinten. Emiatt is épült például a hullámmedence. Itt Budapesten a Gellért fürdőnkben és a Palatinus strandonkon is megtalálható volt, és itt Pesterzsébeten is már a viszonylag korán, a 40-es évektől működött itt ez a hullámmedence. Figyelj, a tenger az tenger, nem? 100 év múlva is, meg 1000 év múlva is. Igen, és azt látjuk, hogy imádják a fiatalok. A kinti medencénknél például van olyan kinti brüggölő medence, a sakasztal várja a ide látogatókat, ugye ez is egy ilyen ikonikus jel a budapesti fürdőkultúrához, és ez most már van ilyen a Paskálon, most még Pesterzsébeten is, tehát még szórakozni is lehet. Itt vagyunk közvetlenül a kupola alatt, hát ez a kert és ez a csend, ez fantasztikus. A szauna világnak a kültéri teraszán vagyunk, tehát az alapjegy megvételével a termárészt, az uszodát, a wellness-t, a strandrészt lehet használni, de ezért a szauna világért külön fizetni kell. Természetesen lehet komplex jegyet is venni, és ezt direkt ezért akartuk így megcsinálni, mert a szauna világ, ez a fürdőn belül egy ilyen kis oázisként
került megépítésre, finn szaunával, aromaszaunával, gőzzel, jég adagolóval, ezt azért mondom, mert tudom, hogy nálad az nélkül nincs. A jégkása nélkül nincs szaunázás. Igen, és itt egy nagy panoráma szaunával, minden péntek este zárás után szauna esteket tartunk itt. Ezek a szauna mesterek, ezek már tényleg művészek, különleges élményben részesítik az ide ellátogatókat, de egyébként meg a nap folyamán tényleg itt a relaxációról és a pihenésről szól az idő. Új fürdő épül, vagy felújításra kerül itt Budapesten, és ami felújításra kerül onnan a Knejp, biztos nem hiányozhat. Elindultál a kövekkel. Igen, igen, ez a meleg. Akkor most mindjárt jön a hideg rész. Jó, tesz a talpnak. Igen, hogy a talpon hideg végzedések vannak, és igen, akkor... Igen, 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 sokat gyalogoltam. Végigjártam az El Caminót, és akkor én most az pont jó talponnak. Igen, igen. 400 kilométeren túl vagyok, szóval ez már ilyen. És relaxálós, igen, igen. Wow! Én 6000 kilométert mentem végig most Ázsiában, nem lábon csak, nyilván. De gratulálok! No, és akkor a lelkedet is építi. Igen, igen, igen. Épp most megjön egy kis relaxáló rész. Tök jó, hogy kinti, benti rész is van. Hát igen, most is oda nézünk, és ott van egy gyönyörű víztükör. Igen, igen. Csodálatosan süt a nap, közben természetben vagy. Igen, igen, nagyon szép, meg jó, hogy ilyen közel van, meg jó nagy, főleg a sauna, azok nagyon tetszenek, hogy ilyen nagyon. Mi hiszünk benne, hogy ez egy nagyon egészséges, és azt lehet mondani szint, hogy a balneoterápiához hozzátartozó kezelés. Szerintem, aki egyszer kipróbált, az érezni fogja ennek, mert nagyon felpesdíti tényleg a vérkeringést, és jót tesz neki, úgyhogy tőlünk nem hiányozhat, az biztos.